Szakérem, Besenyő BSFPMNC István, aki vagyok, azaz Besenyő bérszámfejtő programot miért nem csináló István. Azért jöttem el önökhöz, hogy elmondjam, hogy miért nem csinálok én bérszámfejtő programot. Normális? Ha milyen programot? Hogy mondom majd a kancáska kisasszonkának, hogy a hétvégén csináljon valamilyen programot, és hogy mi legyen az? Áruház, mozi, vagy bérszámfejtés? Tudják, hanyadikra választaná a bérszámfejtést? Hát odaig el se lehet számolni, mert lefut a illető a számegyenesről. Hát igazam van? Hát nem? Hát nem? És hámagam, ha meg a másik. Én lenne jó nekem az, ha valaki valamilyen bérért elkezdi fejteni a szám. Normális lefejteni a szájamat. Na de hogyan? Majd jön és keres itt egy kis repedést, ahol ki van cserepesedve, és onnan elindulva lassan elkezdi gombolítani. Normális? De hát az fáj. Próbálta már maga? Hogy milyen rossz érzés lefejteni a száját? Ráadásul mire jó az nekem, kérem? Ha teljesen lefejti a szájamat, akkor majd mivel eszek? Normális? Próbált már maga száj nélkül enni? De hát az nagyon nehéz. Próbálja ki, milyen nehéz például könyökkel enni. Tessék, szinte lehetetlen. Hiába mondom a könyökömnek, hogy szíd fel, begyem hadarás. Szíd fel, begye madarást! De hát nem szívja föl! De ha felszívná is, hát mire megyek én a darással? Nem vagyok rovarevő. Na de száj nélkül? Már teljesen mindegy, hogy milyen evő lennék szájam. Ha már nincsen szájam, semmilyen evő se vagyok. És ez borzalmas, kérem, mert akkor ki fogja helyettem megeszegetni az én saját száraz kolbászomat, ha nem én? Hát azt nem azért vettem, kérem, hogy a más valakinek a szájába végezze. Normális, hogy más egye meg az én drága pénzen vett hentes árumat. De hát mi vagyok én? Húsba dúskáló. Normális. Hát dehogy vagyok én, kérem, húsba dúskáló. Épp, hogy irigy vagyok a húsra. Ha valamit lehet róla mondani, az pont az, hogy hús irigy. Ha én csak messziről meglátok valakit húst tenni, azt én a szemem sugarával addig ösztönözöm, hogy azt mondja, minek eszed azt a húst, te. Húspazarló. Hús szátyár, zavavarom, hogy az illető önként lemond a húsevésről. Yeah. Aztán, hogy már én mit teszek a maradékkal, az már a én dolgom, mert az már nem a övéjé, hanem a enyémé. Igaz, ha nem, hát de! És akinek nem tetszik, kérem, az menjen le a boltba, babér.